Szerintem egy téma van most, és ez foglalkoztatja a teljes iparágat, hogy hogyan lehet az interneten közzétett tartalmukból pénzt csinálni. Nemrég voltam kint Londonban egy digitális marketing konferencián, és tulajdonképpen az egész egyetlen egy nagy dolog köré szerveződött, mégpedig az, hogy magyarul megfogalmazva adatvezérelt tervezés és gondolkodás. Az egész gyakorlatilag erről szólt, ez kapcsolódik egyébként a konferencia nagy témájához. Szeretném, ha erről szólna ma legalábbis a digitális marketinggel foglalkozók beszélgetése és gondolatmenete. Hát nagyon sok módszer van, tehát én nemrég láttam a Buildnek a módszerét, ahol kidolgoztak egy minden platformot átfogó elérést, amihez alapvetően meg kell venned, illetve hát elő kell fizetned a Buildre. Én úgy tudom, hogy nagyon sok pénzt fektettek bele, ők birtokolják Németország legnagyobb internetes oldalát, a build.de-t, és hát sok sikert kívánunk nekik, nem tudom, hogy mennyire fog működni az ő módszerük. Hazai piacot ismerve, mi még mindig arról beszélgetünk, hogy CT alapon kellene árazni, vagy nem CT alapon kellene árazni, és egyáltalán mik a nagy problémáink a média sales house-oknak, és a többi, és a többi. Kicsit lerágott csont, de attól félek, hogy ez még továbbra is ugyanitt járunk körbe-körbe. Magyarországon nem hogy a tartalomért nem akarnak az emberek fizetni, hanem mindenen megpróbálnak spórolni, tehát ami nem létkérdés, azt arra megpróbálnak minél kevesebb pénzt áldozni. Na most, hogyha mi hirtelen azt mondanánk, hogy 20 cikk után fizetned kell a tartalomért, akkor valószínűleg fejvesztve elmenekülnének az olvasók az oldalunkról, illetve azok az után közlő copy-paste szájtok, amik abból élnek viszonylag kevés emberrel, hogy ellopják mások tartalmait, vagy inkább úgy mondanám, hogy kreatívan idézik mások tartalmait, azok járnának jól.